Idén is tartalmas programokkal készült Mezőzombor község önkormányzata a községben és a környező településen élőknek. A május 1-i nyári szabadtéri rendezvényre szép számmal kilátogattak a mezőzomboriak, ahol a vállalkozó kedvű nyugdíjasok és az önkormányzati intézmények dolgozói fakanalat ragadtak. A főzőversenyen fűszeres ételek rotyogtak a bográcsban. A szervezők kicsiknek és nagyoknak is kínáltak programot, koncertek, interaktív gyermekműsorok kínáltak kikapcsolódást az eseményre kilátogatóknak. A majális után június 28-án is szabadtéri rendezvényre a második amatőr fogadhajtó versenyt szerveztek a sportszerelmeseinek. Várták az érdeklődőket Mezőzomboron a sportpályán. A verseny iránt nagy volt az érdeklődés, hiszen egyes fogadban 3-an, 2-es fogadban 11-en, míg póni fogad versenyszámban 2-en indultak. A sikeres majális és a második amatőr fogadhajtó verseny után idén első alkalommal Mezőzombor község önkormányzata Csülök Fesztivált rendez az igényesen felújított békekertben. A község polgármestere örömmel mesélt a rendezvény megszületésének gondolatairól. Mivel mi az Alföld legészakibb csücskén fekszünk, és a település mindig is arról volt híres, hogy nagyon sok jószágot tartottak, gondolok itt szarvasmarhára, jura, valamint sertésre, így adta magát az ötlet, hogy mivel szeretnénk mi is becsatlakozni az ország fesztivál vérkeringésébe, így rendezünk egy olyan fesztivált, aminek köze van a jó étkekhez, a húshoz, és ebből adódott az ötlet, hogy Csülök Fesztivál legyen. Milyen programokkal várják az érdeklődőket, miért látogassanak el ide a Csülök Fesztiválra? Hát ugye itt a gasztronómia és a kultúra keveredni fog 3 napon keresztül, mivel jövő hét pénteken 29-én kezdődik ez a rendezvény sorozat, tehát rögtön nagyfába vágtuk a fejszénket, nem is egy egynapos fesztivállal kezdünk, hanem egy 3 napossal. Így megpróbáltuk tartalommal megtölteni mind a 3 napot. Pénteken kezdődik a kulturális műsor a délutáni órákba, rock együttesek fognak fellépni, majd szombaton lesz a főzőverseny, ugye ott a nap fénypontja az maga a kulináris élvezet lesz, remélem nagyon sok főzőcsapatot üdvözölhetünk majd itt Mezőzomboron, és jobbnál jobb étkeket fognak főzni az ide látogatók számára. Délután, az eredményhirdetés után folytatódik a pénteken megkezdett kulturális műsor, csak hogy néhány nevet említsek, akik közismertek, ugye a Nagy Feró, a Danis Dorka, a Hevesi Tamás, és egy humoristát is hagy említsek meg, aki a zsűrinek az elnöke lesz, a Kató néni, az Igos Józsi. Tehát ők lesznek a szombati fellépők, és az est fénypontja pedig a tűzijáték lesz majd este 10 órakor. Vasárnap délelőtt folytatódik a sorozat, akkor kispályás öreg fiúk labdarúgó mérkőzésekkel szórakoztatjuk majd az ide látogatókat a futballpályán, ahol környékbeli öregfiúk csapatai vesznek részt a mi öregfiúk csapata mellett, valamint a debreceni öregfiúk csapata látogat még el hozzánk. Délután pedig ismét a rock és pop együtteseké lesz majd a színpad. A környéken sok fajta fesztivál van. Miért, polgármester úr, miért mondaná azt, hogy Mezőzomborra látogassanak el? Hát azért, amit mondtam is az interjú elején, hogy itt jól lehet lakni. Ugye előttünk lesz majd egy héttel a Szerencsi Csokoládé Fesztivál, hát ugye az egy édesség. Azzal nem igazán kell jól lakni, mert igaz, hogy a csülök is hízlal, de a csoki az még inkább. Azért kell csülökkel jól lakni, mert utánunk pedig egy héttel a Mádi Furmint ünnepe lesz, tehát a Tokajhegyaljai Furmint az nagyon jó az emésztésre, tehát aki jól lakik majd 30-án a jobbnál jobb Mezőzomboron készül csülkökkel, az rá egy hétre Mádon majd leöblítheti jó kis Tokajhegyaljai borral majd. A csikós és fogadhajtó bemutatókkal tarkított augusztus végi rendezvényen gasztronómiai különlegességek, betyáros hangulat és csülökfőzőversennyel várják a gasztrokibiceket. A szervezők úgy állították össze a programokat, hogy minden érdeklődő megtalálja az érdeklődésének megfelelőt a kisgyermekektől a felnőttekig. Tehát augusztus utolsó hétvégén Csülök Fesztivál Mezőzomboron, ahová település vezetése szeretettel várja a program iránt érdeklődőket.